Na figyelj, Pajti, a forgatókönyvben ez szerepel. Első oldal nyitókép, tapsi-apsi egy fenevadon lovagol a forró sivatagi napon. Ó! Oh. Mi? Á, köszönöm, második oldal. Tapsi hősiesen szeli át a sivatagot. Á, limonádi, nagyon üdítő, köszi. Második oldal, Tapsi hősiesen kell át a vad homokviharon, miközben feltűnik a rész címe. Mondom a címe, nem a cím helye. Én nem ilyen helyet akartam magamnak. Nézd, Pajti, ha jól tudom, ennek a műsornak még én vagyok a sztárja, Tapsi-hapsi! Nem egy névtelen senkiházi rajzoló, és nem hiszem, hogy a stúdió jó néven venné, ha egy ilyen kezdő... Amatőr! Figyelj, ha nem indítjuk be mielőbb ezt a filmet, mind a kettőnknek ugrik az állása. Szóval, animálj valamit! Ezt találtad ki a gyerekek ijeszgetésére. Jól van, értem. Nézd, tudom, hogy sok a munka és kevés a pénz, de én sokat dolgozom. Azt hiszed, jár nekünk szünet? Nem. Tapsi-hapsi sosem megy nyaralni. Amint ennek a rajzfilmnek vége, Saint Louisba kell részt vennem néhány személyes találkozót. Ha-ha, értem. Azt hiszed, ez csak nyafi. Na jó, van munkakópiád? Milyennek képzeled ezt a filmet? Nem túlzás egy kicsit az űrséta? Nem lehetne egy kicsit földszerűbb? Huma! Jaj! Biztonságosabb! Ez biztonságos! Hiba, újraindítja. Megmentett egy hiba, és most mi lesz? Újraindítod a kompjútert? Sötétség és hideg. Legközelebb újraindítás előtt ments el! Na jó, tudod mit? Elegem van! Vigyél vissza a nyúlvacskomra! Hé, Rembrandt, hogy férnék el ilyen kis helyen, ha? Túl kicsi! Méretezd át! Amikor azt mondtam, méretezd át, csak a háttérre gondoltam, nem magamra, te két bal kezes! Ez nem igaz, ez meg mi? Nem lehetek csak egy fej! Rajzolj nekem testet! Valami gond van az arányérzékeddel? Én mondom, ez nem az én fejem, fiam! Szerinted erre a testre ilyen pufa való? Ne, elég ebből! Köf! Hopp, figyelj, te furmányod firkáló! Add vissza a fejem, vagy bepemellek! Jól mulatsz? Add vissza! Au! Figyelj, Pajti, nem hagyhatom itt ezt a rajzfilmet, amíg nem jutsz a végére, szóval csináljunk olyat, amit látni szeretnének! Egy pillanat türelmet. Au! Lehet, hogy ez egy kicsit túl régies. Egy pillanat türelmet. Na jó, szóval te csak szórakozol velem. Egy pillanat türelmet. Megnézhetném ezt a tollat. Digitális toll. Majd, ha piros hó esik, közeledünk a rajzfilm végéhez. Indítsunk be a dolgokat. Jaj! Már megint ez? Figyelj ide! Minden jó, ha jó a vége. Legyen szép és nyugalmas. Ennyit megtennél nekem? Kérlek. Ez sokkal jobb így. A tökéletes vég. Ne, ez legunalmas. Mindenki kritikus valaki! Mindegy, hogy kimentsen meg! Kuka. Sokkal könnyebb animációt készíteni, mint állítják. És én vagyok a komisz.